Hölgyeim és uraim, Amerika jövője a klubkölykök. Lássuk őket! Hát én? Mégis minek? És ez nem is a farsangi műsor. Klubkölykök, mit csináltok valójában? Nem csináljuk, csak vagyunk. Na és a munka? A komoly munka, hogy ilyen röhelyesen nézzünk ki. Akkor szárnyas barátunkat kérdem. Te például miből élsz? Voltak éppen... Nem tippeli meg? Drogdíler? Komolyan? Ez ártatlan tréfa. Nem ártanak senkinek. Hadd játszanak a gyerekek. Bulizunk a klubkölykökkel. Híresek, mert eredeti fazonok. Ez király. Oké, vége. Michael, hol voltál? Sitten. Nem, az én kicsim rács mögött. Ja, a Rodnival összetörtünk egy taxit. Angyal váltott ki. Angyal? Tulajdonképpen téged váltott ki. Engem? A te nevedet mondtam. Ó. Oh. Oh, James, jó poén volt. Ha azt mondtam volna, hogy éces volt, saját cellát kapok videóval, meg fagyit. Michael, nem bírlak téged, sose bírtalak. Kezdünk. 5, 4, 3, 2, 1. Tehát, mit jelent az, hogy klubkölykök? A lényeg az önkifejezés. Ha éppen Manónak érzed magad, akkor öltözz be Manónak. Nem érdekes, ki hogy néz ki. Ha mondjuk púpos vagy csak, szorj rá csillámport és táncolj! És te? Én Manó. Manó Szent Manó. James, Szent James vagyok, az eredeti. Az eredeti drogos. A több éves drogfüggés miatt függnek táskák a szeme alatt. Sokkal többnek néz ki, pedig alig 30. 21 éves vagyok, és Michael elég minden ötletemet ellopta. Mi lesz a jövőben? 50 évesen is lehet az ember klubkölyök? Kérdezze anyámat. Miért ne? Látják, a fiam sikeres lett. Holott annak idején úgy kezdte, hogy cukorkát árult az iskolatársainak. Most pedig egy nagy limuzint küldetett elém a repülőtérre. Már kisgyerekkorában is remek... Nem a fia Michael szoktatta önt rá az extazira? Azt mondta, fejfájásra van. És mi lett, mikor bevette? Elmúlt a fejfájásom. A klubkölykök országos tehetségkutatást kezdenek jövő héten Dallasban. Köszönöm, hogy itt voltak.